Nem csak ugrálóvár és léggömb, de finom uzsonna is várta az újvárosi gyerekeket a Széchenyi téren, a helyi olvasókör szervezésében megrendezett gyermeknapon. A Visszhang utcai olvasókör 6. alkalommal rendezte meg az újvárosi Széchenyi téren a gyermeknapot. Az ingyenes rendezvényen léggömbbel és ugrálóvárral kedveskedtek a környékbeli, főként a Nádor utcai óvodából, illetve a Klauzál Gábor általános iskolából érkezett gyermekeknek a szervezők. Én már csúszdáztam, majd ha kevesebben lesznek a ugrálóváron, akkor majd az, mert én még ezen a játszón úgy nem voltam. Az egészen estig látogatható rendezvényen vállalkozók támogatásával gondoskodtak a zsíros kenyéruzsonnáról, illetve az üdítő szörpről az olvasókör tagjai. Újvárosi vállalkozóktól kértünk támogatást, hál' Istennek kaptunk is, ebbe beleértendő a zöldséges, másik vállalkozó, aki labdával is támogatott bennünket. A gyermeknap helyszíne a körzet tavaly felújított játszótere, igazi ajándék a városrész gyermeklakosságának, akik nem csak az ünnepeken, hanem a hétköznapokon is szívesen birtokba veszik az itt található játszóeszközöket. Eddig a játszótér másik oldalán tartottuk meg mindig ezt a rendezvényt, és idén először ezen az oldalon tarthatjuk meg, ami nagyon ideális, hiszen óriási árnyas fák vannak, és ami a fák alatt található, az csodaszép új játszóeszközök, hiszen az elmúlt évben a Tiszta Szívvel Egyesület felajánlásából kaptuk ezeket a vadonatúj játszóeszközöket, és újvárosi vállalkozók segítségével pedig megtörtént a tereprendezés, illetve megtörtént ezeknek az eszközöknek az elhelyezése. Nagyon nagy hála és köszönet nekik, de azt gondolom, hogy a legnagyobb hála és köszönet az, amikor erre járnak, és látják ezt a sok mosolygós arcot, és ezt a gyerekzsivajt hallják, hiszen amit most itt látunk gyereknap alkalmával, ez nem ritka pillanat. Amikor derűs délután van, akkor ha erre eljövünk, mindig ilyen sok gyermek van ezen a játszótéren. A Visszhang utcai olvasókör legközelebb a Bodzási úti iskolába szervez majd programot, családi napot tartanak, június 4-én.